Ismerem a testvéreivel együtt, akik szintén nagyon jó kisportisták, Gattuso, Carlito, Ricky, az idősebb, tehát igazából mind a négyen nagyon ügyes gyerekek. Az az elkötelezettség, elhivatottság, amiben ahogyan ő áll hozzá ez a sporthoz, ez a játékhoz, ez a szenzáció. Elképesztő a fejlődés neki, olyan dolgok, minden gyakorlatot, amit mutatok, ha nem elsőre, akkor másodikra, harmadikra meg tudja csinálni ösztönösen. Ki a példaképet, kire szeretnél hasonlítani? A Real Madridból Cristiano Ronaldóra. Ki a kedvenc a magyar csapatban? Gera. Miért pont ő? Hát ő az, aki külföldön is volt sokat. Hát meg ő a legjobb magyarok közül. Mivel szoktál még otthon játszani a foci mellett? Milyen a kapcsolat a testvéreiddel? Hát egymással szoktunk egymást bugyizgatni, Xboxozni, fifázni. Az mit jelent bugyizgatni? Hát egymás, tehát a lába között át kell rúgni a labdát. Nem tudom, hogy mire viheti, viszont azt tudom, hogy nagyon sok van benne, hogyha minden töretlenül ugye, megy előre, és minden úgy alakul, ahogyan eltervezzük, akkor biztos vagyok benne, hogy egy szép karrier vár rá, és boldoggá fog minket majd tenni. És a foci mellett milyen foglalkozást tudnál elképzelni magadnak? Mi leszel, ha nagy leszel? Focista. És ha mégse? Hát akkor edző. Nekem az a célom, hogy akik nálam, vagy akikkel együtt dolgozom, ők minél hamarabb, minél magasabb technikai szintre kerüljenek, mert a magyar labdarúgásnak ez a legnagyobb hiányossága. Hiányoznak a mérkőzésekből a cselek, a párharcok, a szép befejezések, azok a mozdulatok, amiért a szurkoló kijár a mérkőzésre. Van esetleg kedvenc cseled? Igen, a Ronaldós. Ezt meg tudod mutatni? Igen.